Az elhúzódó újraélesztéseknél nélkülözhetetlen mellkaskompressziós készüléket vásárolt adományból a mentőállomás. Az IFI klub nyáron sem zár be, nyári táborokkal várják a fiatalokat. És már virágos budaörs, 55 ezer egy nyári növényt ültetett el a BTG a közparkokba. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Ma délelőtt tartott a májusi ülését a budaörsi képviselőtestület. Jó estét kívánok! A szokottnál kevesebb, csak 20 napirendi pont szerepelt a meghívóban. Az ülésen történteket Solymosi László kollégám kísérte figyelemmel, aki itt van. Szia Laci, mik voltak a mai legfontosabb döntések? Szervusz Lajos, köszöntöm a nézőket. Két dolgot emelnék ki a kissé viharosra sikeredett testületi ülésről. Az egyik talán az, ami a békésebb történet, hogy újabb 5 évre Veres Gábornét bízták meg a Csicsergő óvoda vezetésével. A másik a két tankerületi központtal, az Érd, illetve a Ceglédi tankerületi központtal kapcsolatban alakult ki, ugyanis ők szerződésben vállalták, hogy az amortizációs költségeket vállalni fogják, ennek ellenére nem terveztek ilyet erre a nyárra, emiatt a város úgy döntött, ha ez nem történik meg, akár peres úton is érvényesíteni fogják az érdekeiket. Ezt egyébként a két fideszes képviselő nem szavazta meg. Solymosi László, köszönöm. A délelőtt élőben közvetített képviselőtestületi ülést a Városi Magazin után megismételjük majd, de ezt csak azok láthatják, akik élőben szerda este nézik a műsorunkat. A Városi Magazin ismétlései után nem jön a testületi ülés közvetítésének az ismétlése, de a pénteki Városi Magazinban összefoglalót mutatunk majd. Most viszont arról, hogy életmentő eszközzel bővült a budaörsi mentősök felszerelése. Adományból tudták megvenni azt a mellkaskompressziós készüléket, amely hosszantartó újraélesztésnél kiválthatja az embert. Az eszközt a betegre kell erősíteni, így végzi a szívmasszást, amíg az szükséges. Az eljárás normális szövédményét, a bordatörést azonban ezzel sem lehet elkerülni. De mit számít ez, ha megmentheti valaki életét? Kétfajta üzemmódja van a készüléknek, van egy folyamatos üzemmód, amikor a már légútbiztosított betegnél függetlenül lehet végezni mellkaskompressziókat és a lélegeztetést, ilyenkor nincs szükség szünetre. Ha viszont még légútbiztosítás nélküli betegnél használjuk a készüléket, akkor tudja a 32-es üzemmódot is, ő 30 kompressziónként meg fog állni és hagy időt a befúvásra. Most látszik, hogy felméri a mellkasnak az ellenállását, és utána indul a mellkaskompresszió. És akkor a 30 kompresszió előtt ő hangjelzéssel fog figyelmeztetni, hogy közeledik az idő, készüljön fel a beavatkozó a lélegeztetésre, és utána hagy időt a két befúvás elvégzésére. Így van. Két befúvás, és utána folytatja a mellkas kompressziót. Ennek az új készüléknek a jóvoltából szükség esetén akár már egy mentőápoló is könnyedén el tud látni válságos állapotban lévő beteget a mentések során. A szerkezetet néhány másodperc alatt össze tudják rakni, miután a műanyag háttámlát a beteg háta alá csúsztatták. Így pillanatok alatt villámgyorsan megindulhat az újraélesztés. Ez egy Lukasz kettő típusú mellkas kompressziós eszköz, amit a Ross Magyarország jóvoltából szerzett be az Országos Mentőszolgálat Alapítványa Budaörsi Mentőállomás részére. Ez az eszköz a mentő dolgozók kiváltását szolgálja elhúzódó újraélesztés kapcsán. A kézi mellkas kompressziókat lehet kiváltani vele. Tehát ha valamilyen okból arra van szükség, hogy hosszú időn keresztül nyomjuk a mellkasát a betegnek, akkor jön szóval ennek az eszköznek a használata. Ez az emberrel ellentétben egy megbízható, folyamatos, hatékony mellkas kompressziót tud biztosítani hosszú időn keresztül is. Akkumulátorról, illetve 220-as áramforrásról is működik, tehát lakásokban tudjuk hálózatról használni. A két akkumulátor, ami van hozzá, azok pedig összesen körülbelül másfél órányi üzemidőt tesznek lehetővé, úgyhogy viszonylag sokáig használható a készülék. Ellentétben a kézi mellkas kompresszióval, ez a felengedés időszakában a pumpa kialakításnak köszönhetően szívja is a mellkast, ezért elvileg hatékonyabb mellkas kompressziót tud biztosítani. A készüléket úgy alakították ki, hogy az oldalához rögzíteni lehessen a beteg kezét. Ennek köszönhetően szállítás közben is folyamatosan használni tudják a szerkezetet, biztosítva ezzel szükség esetén a folyamatos szívmasszást egészen a kórházba érkezésig. Ez úgy van tervezve ez a készülék, ez a bekapcsolásánál
illetve a beteg mellkasára helyezésénél fölméri a mellkasnak az ellenállását, és annak megfelelő erővel nyomja továbbiakban. Természetesen a mellkas kompressziónak normális szövődménye a bordatörés, ez a készülékkel sem zárható ki. Abban az esetben a beteg az újraélesztés túléri, a bordatörése meggyógyul. Nyilván törekedni kell arra, hogy ne forduljon elő szövődményként, de teljesen nem küszöbölhető ki. A különböző jótékony adományoknak és a város támogatásának köszönhetően technikailag viszonylag jól felszerelt a budaörsi mentőállomás. Ennek ellenére vannak olyan berendezések, amelyek felújításra vagy pótlásra szorulnak. A budaörsi esetkocsi egy viszonylag jól felszerelt autó a mentőszolgálat állományában. LifePak 15 típusú EKG defibrillátor készülékkel, egy Oxylok 3000-es lélegeztetőgéppel van felszerelve, illetve Lucas tartozik még a nagy értékű eszközeink közé. Ami most hiányzik az arzenáljából, az egy infúziós pumpa, ugyanis ez nem olyan régen meghibásodott, és ennek a javítása egyelőre még folyamatban van. Egyébként ez is egy alapítványi beszerzésű készülék. Ennek vagy javítása, vagy a cseréje lesz majd a következő megoldandó körünk, hogy teljes legyen az autónak a felszereltsége újra. Ehhez természetesen továbbra is segítőkre, támogatókra van szükség. Ha valaki úgy gondolja, hogy a jobb és hatékonyabb mentés érdekében segítene a budaörsi esetkocsi felszerelésében, az a most látható számlaszámon, az állomás alapítványán keresztül teheti ezt meg. Az Ifjúsági Klub vezetője Márton Júlia van itt ma este a stúdióban. Kezdi Csoklom, jó estét kívánok! Jó estét! Közeledik a nyár, ez a művelődési kulturális intézményekben azt szokta jelenteni, hogy akkor uborka szezon van, alig van, vagy igazából nincs rendezvény. Önöknél lesz? Nálunk minden évben van, ahogy eddig is, az elmúlt nyarak során. Most is gyerektáborokkal várjuk az érdeklődőket. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy napközi táborok, tehát reggel 8-9 órától délután vagy félnapos időszakban zajlanak. Több típusú tábor tervezünk. Lesz, ahogy a korábbi évekhez hasonlóan, lesz drámatáborunk, ahol a végén egy kis rövid színdarabot is bemutatnak a gyerekek. Lesz zenei táborunk, ahol a kollektív alternatív zeneműhely diákja, illetve az érdeklődők jelentkezhetnek, és ott pedig koncerttel zárjuk majd a tábor végét. Valószínűleg 3 héten keresztül lesz robotika táborunk is, ugye ez a szakkör, ami évközben is zajlik nálunk. Ide is várjuk a gyerekek jelentkezését, nem csak a szakkörből, hanem akár új érdeklődőket is. Illetve ami egy újdonság, és tavaly volt először, az a viaszfestő táborunk, ami egy nagyon különleges technika, és igazából több különleges dolgot is ki lehet próbálni, tehát a viaszfestésen kívül még mindenféle művészeti eszközöket lehet használni, és akkor az alkotásokat haza lehet vinni majd a hét során. Ezt akkor úgy kell elképzelni, amikor véget ér a tanítás, akkor elkezdődnek a táborok, és a nyár végéig folyamatosan van minden héten valamilyen tábor? Hát gyakorlatilag július végéig be vagyunk táblázva, tehát ugye van olyan hetünk, ahol dupla tábor zajlik, mivel különböző helyiségeink vannak, és meg tudjuk azt oldani, hogy egyszerre akár két tábor is történjen, de mivel terve van véve egy kisebb felújítás is az épületbe, és még nem tudom ennek a pontos dátumát, ezért lehetséges, hogy az augusztus az nem táboros szezon lesz, hanem inkább a felújítás. A tábort azt úgy kell elképzelni, hogy reggel mennek a gyerekek, és délben vagy délután, attól függően, hogy félnapos vagy egésznapos a tábor, eljönnek. Ebédet is kapnak? Igen. Van olyan tábor, ahol ezt lehetővé teszi a táborvezető, van, ahol pedig mivel, hogy olyan egy óra dél körül elmennek a gyerekek, már erre nincsen igény, mert otthon étkeznek, illetve olyan is szokott lenni, hogy elmennek valahova, mondjuk reggel kezdenek az ifjúsági klubba, de napközben lemennek az uszodába, vagy elmennek egyet kirándulni, és akkor külső helyszínen oldják meg az étkezést. A nyár tehát különleges lesz, de nem zár be akkor ezek szerint az intézmény. Viszont most még a rendes időszakban vagyunk, és a rendes időszakokról, az elmúlt hónapokról, fél évről, egy évről mit lehet elmondani? Mennyire népszerű most az ifjúsági klub? Hát én úgy gondolom, hogy abszolút felfelé halad a népszerűségünknek a csillaga. Igazából egyre több olyan programot próbálunk behozni, ami kifejezetten a kiskorú, kisgyermekes korosztálynak szól, illetve a tinédzser korosztálynak. Idén az egyik legnagyobb sikerünk eddig, én úgy gondolom, ez a jótékonysági koncert, ami most volt április végén. Itt összefogás volt a Benedek iskolával, a Szent Benedek iskolával, és az iskola egy-két diákjával,
és sikerült több mint 300 000 forintot gyűjtenünk egy diáktársuk számára, aki szemműtétre vár. Szerintem ez egy fantasztikusan nagy dolog, és remélem, hogy a jövőben is lesz erre lehetőségünk, hiszen mi szeretnénk otthont adni az ilyen típusú jótékonysági rendezvényeknek, hiszen fontos ez a dolog. Erről vannak is felvételei. Igen. Érdekes egyébként, hogy ezt emelik, mert tényleg ez egy fantasztikus dolog, hogy az osztálytársuk szemműtétjére gyűjtenek a gyerekek, és aztán nem csak a saját osztályukból, hanem az egész iskolából ehhez csatlakoznak. De mégis, ha kívülről nézzük, akkor szerintem a robotika a legkülönlegesebb dolog. Igen, a robotika az ahhoz képest, még emlékszem, ahogy 3 éve indult maga a szakkör kicsit döcögősen, de aztán hirtelen mindenki felkapta a fejét, és szinte egymást taposva jöttek a szülők, szerették volna, hogy a gyerekek ezt kipróbálhassák, és tényleg Székely Viola, aki a szakkört vezeti, és emellett még évente 1-2 ilyen robotika napot is közösen megszervezünk, ahol ugye bemutatóra van lehetőség, versenyre van lehetőség, tehát maga ez a program egyrészt nagyon különleges is az országon belül is. Az, hogy a városnak van egy ilyen szakköre, az szerintem teljesen egyedülálló, és Violáik nagyon szép eredményeket értek el az utóbbi időben országos versenyeken is, úgyhogy igen, büszkék vagyunk rá, hogy ez nálunk zajlik. És ezek milyen robotok? Ezeket a robotokat tervezik, programozzák a gyerekek? Mekkora robotok? Tehát például mondjuk mosogatásra be lehet fogni a robotot, vagy arra használjuk inkább a mosogatógépet? Nem, ezek Lego robotok, a Lego Mindstorm talán 3-as típusú robotjai. Körülbelül egy ilyen ekkora méretbe kell elképzelni, tehát nem egy hatalmas robot, de mindenki saját egyedi robotot tud magának építeni, és hát ugye a versenyek alkalmával ezek a tipikus sumo versenyek, amikor egy körpályán kilöki az egyik robot a másikat, itt ugye előre beprogramozott szisztéma szerint mennek a robotok, de teljes mértékben a gyerekek felelőssége az ő irányításuk alatt és az ő programozásukkal történik ez. Tehát akkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy távirányító van a gyerekek kezébe, és akkor vezérlik a robotot, és akkor úgy kell kilökni a másikat, hanem előre be kell valamilyen úton, módon programozni, észleli az ütést, a másik robotot, és akkor ki tudott jobban programozni. Pontosan, melyik egy picit esetleg nagyobb, vagy több, de egyébként nagyon szigorúan nézzük a versenyen. Most volt nemrég egy 2 hete versenyünk, és akkor is méreckedés van, lemérik, hogy pontosan egy súlykategóriába essenek a robotok, centire megnézzük őket, úgyhogy abszolút egyenlő a verseny. Van egy kiállítás sorozatok, és az a cím, hogy Wanted. Itt kik mutatkoznak be? Miért rendezik ezt? Ez egy úgymond ilyen tehetségkutató, tehetségkereső lehetőség. Igazából azért indítottuk ezt el szintén 3 évvel ezelőtt, hogy a városban levő, környéken levő fiatal tehetségeket felkutassuk, akiknek olyan alkotásai vannak, amiket esetleg a nagyvilágnak is megmutatnának. Mindenképpen olyan jelentkezőket várunk, akik akár kezdők, amatőrök is lehetnek, tehát nem kell, hogy profi legyen az illető, de hogyha valamilyen rajzszakkörre jár, valamilyen fotószakkörre, bármilyen alkotóművészeti foglalkozásban részt vesz, és szívesen megmutatja az alkotásait itt az ifjúsági klub falain, akkor lehet hozzánk jelentkezni e-mailbe vagy telefonon, és akkor minden hónapban másik jelöltet választunk, akinek az alkotásai általában egy hónapon keresztül vannak a falakon. A nyári időszak azért kivétel, mert ugye nyáron a gyerekek már nincsenek iskolában, nehezebb őket felkutatni, sokan nyaralnak, úgyhogy ilyenkor a májusi kiállítás képei, alkotásai, azok egész nyáron kimaradnak. És idén májusban egy picit rendhagyó volt a dolog, mert nem csak egy, hanem 2 kiállítónk is akadt, úgyhogy az előtérben most Tóth Ferenc festőművész festményei vannak, a hátsó részen pedig az udvar felől van szintén egy kisebb helységünk, ott pedig Schwab Robinnak, aki a Szent Benedek iskola egyik diákja, az ő fotói láthatóak. Azt említett, hogy festőművész, tehát akkor profik is megmutatják magukat? Vagy igen, egyszer-egyszer akad olyan jelentkező, aki úgy gondolja, hogy az ifjúsági klubba szeretné a képeit kitenni, és akkor így megkeresett minket,
és persze adtunk rá lehetőséget. De egyébként népszerű ez? Tehát vannak jelentkezők, vagy úgy kell kutatni őket, hogy valaki nagyon, nagyon érdekes, találni? Mert ez hónapról hónapra változik. Van, hogy besétál valaki az utcáról, volt ilyen, és ugye egy kedves nagymama besétált, és mondta, hogy az ő unokája ilyen és ilyen szakkörre jár, és lehet-e. Van olyan, hogy e-mailben megkeresnek, és elküldenek egy-két képet az alkotásokról, és akkor így kérdezik. És olyan is van, hogy az idejáró, szakkörre járó, általunk ismert gyerekek között kérdezgetünk, hogy esetleg van-e ismerős, és akkor így mondják, hogy hát igen, van egy osztálytárs, vagy van egy szomszéd, és akkor ilyenkor megkeressük mi, hogyha úgy alakul. Akkor hosszú távú lehet még ez a sorozat. Én bízom benne, igen. Említette, hogy lesz augusztusban felújítás. Mit újítanak fel? Hál' Istennek eljutottunk most oda, hogy a nagy terem, ami igazából a legnépszerűbb, leginkább használt termünk, itt a klimatizálásra kerülne sor, mert ez gyakorlatilag a kezdetek óta nem volt megoldva, és a nyáron ez elég nehézkes ugye a táborok kapcsán is, meg a nyitvatartás kapcsán, ezért is nem szoktunk nagy létszámú rendezvényeket, koncerteket tartani sűrűn, mert az a légbefújó rendszer, ami jelenleg üzemel, az csak a kinti levegőt fújja be, egy bizonyos intenzitással, ami nem állítható, tehát egy fellekapcsoló gomb létezik. Most ezt szerettük volna így az évek során, hogyha felújításra kerül, és most úgy néz ki, hogy idén-nyáron rendes klímaberendezéseink lesznek. Hát akkor lesznek munkák, bár talán ez olyan nagyon sokáig azért nem tart a mai világban. Én remélem, igen, úgy tűnik, hogy ez lehet, hogy csak egy párnapos munka, természetesen a papírmunka megelőzi, a kivitelezővel való egyeztetés, tehát, de maga a beszerelés és az üzembehelyezés, az nem hiszem, hogy sok idő lesz. Beszéltünk a táborokról, ha valaki jelentkezni akar, vagy további információkat szerette megtudni, akkor hol, hogyan teheti ezt meg? Azon kívül, hogy elsétál az ifjúsági klubba is. Igen, hát az a legjobb, hogyha személyesen bejön, mert nyitva vagyunk minden hétköznap reggel 8-tól este 10-ig, úgyhogy információt személyesen is lehet szerezni, de a honlapunkon is fönn vannak a tábornak az időpontjai, ez a www.ifiklub.hu, illetve telefonon is tudnak érdeklődni, a vonalás számunk az a 23-as körzet 788-868-es szám. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is. A közterületek szépségéért dolgozik nyáron is a BTG. Májusban 55 ezer tő egy nyári növényt ültettek ki a közparkokba. A különböző színű és fajtájú virágokból álló kompozíciókat gondos tervezéssel alakítják ki, majd tavasz végétől egészen kora őszig öntözéssel, gyomlálással, tápoldatozzással igyekeznek meg is őrizni a szépségüket. Budaörs városa évről évre több 10 millió forintot költ a település parkjainak és közterületeinek a virágosítására, rendbetételére. Ebben az évben sem alakult ez máshogy. Az egynyári növények ültetését május 15-én kezdték el a BTG szakemberei. A munka közel egy hétig tartott. 2017-ben is elkezdtük az egynyári virágkiültetéseket, azokkal a tavaszi munkálatokkal, amik a város zöld felületeinek a tisztán tartását szolgálja, azokat elvégeztük. Elkezdtük a cserjék, bokrok nyírását is, első nyírását. Hál' Istennek jó esős és napos, most már melegedő időnek köszönhetően minden gyönyörű szépen nő. A füves területeket a lakótelepen immár harmadszorra kaszáltuk le, úgyhogy ebben sincs hiány, tehát a fű is nő, és hát közben a virágokat pedig hétfőtől elkezdtük ültetni. Több mint 2000 négyzetméteren 64 virágágyásba kerültek kiültetésre az egynyári növények, összesen 55 ezer tő. Ebben benne vannak a ládák is, a virágládák, és a virágoszlopokba elhelyezett növények is. A virágágyások beültetése hétfőn kezdődött, a Osán körforgalom, Baros körforgalom, Címer tengellyel kezdődött, menet közben mentek a ládák is, most a lakótelepen tartunk, Patkópart, és a hétvégén péntekig pedig beültetésre kerül a Szabadságút főútvonal melletti szakasza, ahol a begónia sor kíséri az útszegét, és hát igyekszünk az idén is olyan gyönyörűt csinálni, mint ahogy az elmúlt években megszokottá vált. Azok a hölgyek, akik a virágbeültetést végzik, ilyen 15-en vannak, és ugye szabályozott, tehát megbeosztottuk, hogy melyik nap hány ágyást tudnak beültetni, felosztottuk ezt a munkamennyiséget napokra,
az időjárás is a kegyeibe vett bennünket, nagyon szép időbe ültethetünk, folyamatosan a beültetés után megtörténik az ágyások belocsolása is, illetve ott, ahol locsolórendszer van kiépítve, ott pedig a beültetés után az első belocsolást követően pedig visszakerülnek a helyükre a csepicső vezetékek, és akkor be lesz szállítva a locsolási ütemezés, és akkor megy minden a maga módján. Természetesen ebben az évben is komoly tervezés előzte meg az ültetési programot. A hagyományos és megszokott növények mellett számos új, színpompás virág is kikerült a közterületekre, kimondottan azzal a céllal, hogy még szebb, még színesebb legyen a város a tavaszi és a nyári időszakban. Minden évben törekszünk arra, hogy a különböző fajták és különböző színek kerüljenek kialakításra. Figyelembe vettük a tervezésnél, ami januárban történt meg, mert január végéig összesítenünk kellett ennek a rengeteg növénynek a fajtáját, a színárnyalatait, a mennyiségeit, és ezeket meg kellett küldenünk a termelőnek, hogy ugye ilyenkor a májusra olyan állapotba kerüljenek ezek a növények, hogy alkalmasak legyenek arra, hogy kiültessük őket. Tehát kellőképpen meg legyen erősödve a gyökérzetük, a száruk eléggé virágos állapotban legyenek már, és januárban, amikor ezeknek a kialakítását megcsináltuk, akkor ugye törekedtünk arra, hogy színharmóniában, összetételben, formavilágban nagyon szép látványosak legyenek. Ezek majd igazándiból akkor lesznek látványosak, amikor ezek a növények egy pár hetes fejlődés után elérik azokat a méretüket, amelyekkel körülbelül egész nyáron majd láthatóak lesznek, és amikor kezdenek szépen összezárulni a növények, mert megvan, hogy egy négyzetméterben melyik fajtából hány darabot ültetünk, és amikor ezek kezdenek összezárulni, akkor fognak egy ilyen nagyon szép homogén képet adni. Külön figyeltek arra is az ágyások kialakításánál, hogy a város látványosabb park részleteibe kimondottan olyan növények kerüljenek, amelyek segítik a maximális esztétikai hatás elérését. Például itt a folyókába, a petuniával dolgozunk, mert azt az elképzelést, amit ez szimbolizál, hogy egy forrásból kiömlő víz zuhatagnak a látványát imitálja, ez a fehér habzó víz és a kék különböző árnyalatainak az összetételével, hogy egy ilyen tóba történő megérkezés szimbolizál, ezekkel a fajta növényekkel tudjuk a legjobban. Nyáron természetesen a parkok gondozását, a zöld felületek nyírását folyamatosan végzik a BTG munkatársai, annak érdekében, hogy egészen őszig megőrizhessék a közterületek szépségüket és pompájukat. A Városi Magazin után, ahogy már említettem, megismételjük a délelőtt élőben közvetített képviselőtestületi ülést, de ezt csak a szerda este nézők láthatják. Az ismétlésben már nem következik az ismétlés. Előtte azonban a következő napokra kínálunk kikapcsolódást ígérő programokat. A csecsemők mozgásfejlődéséről szóló előadásra és beszélgetésre szeretettel vár mindenkit a Fantazmagória könyvesbolt pénteken 9 órára. Az előadó Hoffer Zsuzsa konduktor. A Nemzeti Összetartozás napját tartják a lakótelepi közösségi házban pénteken délután 16:30. Egy székely énekcsokorral fellép a Szél Rózsa Néptánc Együttes, valamint Perjés Klára örökös rádióssal és Várhegyi István újságíróval beszélget az MTVA vezető szerkesztője Újhelyi Zoltán. Majd este 6 órától a női lélek erejével foglalkozik egy asztrológus és egy ásványterapeuta klubfoglalkozás keretében, szintén a közösségi házban. Balog Edina festőművész kiállítás megnyitójára is szeretettel várnak mindenkit a Jókai Mór Művelődési Központba pénteken este 6 órára. A tárlat június 25-éig tekinthető meg. És végül, de nem utolsó sorban, a Családi Kör négyszögletesítése címmel tart előadást Kepes András az IFI Klub Szülők Akadémiája sorozatának keretében pénteken este 7 órától. Végül mutatjuk elérhetőségeinket, ha van véleményük akár a mai témákról, és akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Honlapunkon a bvtv.hu oldalon pedig újra nézhetik műsorainkat, ha valamelyikről lemaradtak. Én mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!